A legnagyobb érdeklődés a Liba futamot kísérte, amelyre már előzetesen is lehetett regisztrálni. Végül 300-an indultak neki a távoknak. A futók 5-10 és 21 kilométeren nevezhettek, a kerékpárosok 21 és 41 kilométer tekertek. És ami nagyon jó, mert ez azért mégiscsak egy félmaratoni táv, hogy 60 félmaratonista előnevezők van. Sokkal többen vannak, kétszer annyian vannak, mint tavaly voltak. Hála Istennek a régióból egyre többen jönnek, ez is a célunk a helyi rendező, a kiskörösi rendezvényekkel, hogy a környékbeli városokból azért megtaláljanak bennünket, és ismerté tegyük ezzel magát az eseményt, meg ezzel együtt a várost is. A Liba futam résztvevőinek bemelegítését Béres Alexandra vezényelte, majd Domonyi László polgármester indította útjukra a vállalkozó kedvűeket. 3, 2, 1! Aki másfajta mozgásformára vágyott, az a nap folyamán aerobik, jóga, gerinctorna, capoeira közül választhatott, de akár belekóstolhatott mindegyikbe is. Többféle mozgásformát terveztünk erre az évre is, hogy minden korosztályt megszólítsunk, úgy a kismamákat, mint a nagymamákat, de az előbb csak nőket említettem, de természetesen a férfiakat is örömmel várjuk, bár a tapasztalatunk az, hogy a nők azok, akik szívesebben részt vesznek bármilyen egészséggel kapcsolatos rendezvényen. Picit színesíti még a programot az, hogy csillámtetoválásra is lehetőség lesz, tehát amíg az anyuka mozog, esetleg a kisgyerek beülhet és megszépülhet, meg csillogóvá válhat a nagy Eszter kezei alatt. Béres Alexandra nem először járt Kiskörösön, ezúttal is az egészséges életmód és a mozgás nagyköveteként érkezett. Szerintem mindenkinek a lehetősége megadatott arra, hogy törődjön az egészségéért. Más kérdés, hogy kinek mi a fontossági sorrend. Sokszor látom hölgyeken, hogy abban az életkorban kerülnek vagy vannak, hogy önmagukat háttérbe sorolják, fontosabb otthon legyen meg a házi munka, finom étel legyen az asztalon a gyerekeknek, minden külön órája legyen intézve, mellesleg tanuljunk is velük, emellett a munka, és mikor jut idő a mozgásra. És én azt látom, hogy ha erre időt szánunk, és fontossági sorrendben előre tudjuk helyezni azért, hogy hosszan egészségesek legyünk pont a szeretteinknek, és csinosak a férjünknek, akkor úgy már sokkal könnyebb. Tehát mindenkinek ott van a lehetősége, hogy tegyen. Az egészséges életmód 30%-ban mozgás, 70%-ban táplálkozás. Tudtuk meg Szlávi Kupán Emese dietetikustól, aki személyre szabott egyéni tanácsadásra várta a téma iránt érteklődőket. Mindenképpen fontos, hogy a térre a vitaminraktárainkat fel tudjuk tölteni. Ugye erre itt volt a nyár is, a sok zöldség, sok gyümölcs, de nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az idény jellegűségre. Tehát most, hogyha még van szőlő, szilva, a sütőtök, az például egy vitaminbomba, tehát azt is nagyon érdemes fogyasztani, illetve mondjuk például a savanyú káposzta is nagyon-nagyon jó. Tehát nem csak az, hogy amiket a szupermarketekben lehet déli gyümölcsöket venni, hanem úgymond ami hazai, és ami mondjuk a háztájéken megterem, azt mindenképpen érdemes fogyasztani. A családias hangulatú fesztivál kísérő programjaival sokakat vonzott a főtérre. A későszi időjárás ideális alkalmat biztosította kötetlen beszélgetésre, mozgásra, evésre, ivásra. A szervezők, Kiskörös Város Önkormányzata, az Egészségfejlesztési Iroda és a Trizoli Jótifuti Egyesület is tartogat még tartalmas programokat ez év hátralévő részére. Érdemes figyelni a közösségi oldalaikat.